Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV hétfő esti híradóját látják, 2017. június 12-én. 25. alkalommal repült fel a kék madár, remek koncertekkel idén 45 gyermeknek segítettek. Gyerekprogramok, író-olvasó és közönség találkozó, megkezdődött az ünnepi könyvhét. Versenyző csere a döntőben, Török Lucát Boldizsár Béla váltja le. Kiállítás megnyitó, hangversenyek, koncertek, kirakodóvásár, meglepetés könyvbemutató és remek hangulat. Így telt a jubileumi 25. Kékmadár Fesztivál, melyel idén 45 beteg gyermeknek tudnak segíteni. A Kékmadár Fesztivál talán egyetlen kalocsai számára sem ismeretlen, hiszen immáron 25. alkalommal kelt szányra, és remek programokkal sietett a beteg gyerekek megsegítésére. Mint minden évben, idén is egy kiállítás megnyitóval kezdődött meg a fesztivál, ahol viszont rendhagyó módon Lakatos György, rendezvény megálmodója is köszöntőt mondott, meghatódva. Rám jött ez a 25 évnek a mondjuk 1000 emléke, tehát 25 ezer emlék körülbelül. Az elvesztettek, a megnyertek, az örömök, a bánatok, a nehézségek, ez mind rám jött, és hú, ez teljesen összezavart. A kiállításon Dargai Marcell és Kákonyi Árpád zongora játékát hallgatva Márcsai István festőművész realisztikus festményeit, kordokumentáló fotográfiáit és néhány filmfelvételét is megtekinthették a fesztiválozók. Mivel a művész már nem lehet közöttünk, fia mesélt munkásságáról. Nagyon nagy életmű maradt utána. Ő 12 évvel ezelőtt hunyt el, és 5 év múlva lesz a 100 éves születési évforduló, tehát hosszú élete volt. És hát ugye a legnehezebb korszakát élte végig a 20. századnak. Kezdődött a háborúval az ő ifjúsága, aztán ugye a nehéz 50-es évekkel folytatódott, ami egyébként neki nagyon sikeres volt, mert akkor ugye végre megszabadult a háborús terhektől, és akkor indult be a művészi pályája. Ezután a pénteki napon a Nagyasszonyunk katolikus intézményben gyűlt össze a fesztiválozó közönség, ahol Lakatos György fagott és Nagy Péter zongora játékát, illetve hangversenyét élvezhették. A hagyományok vonalát tovább erősítve, idén is megmutatták tehetségüket Lakatos György gyermekei is. Ezt követően pedig Zsédenyi Adrián ismertebb nevén Zséda adott fergeteges koncertet az érsekerti szabadtéri színpadon. Amit még nem ért véget a kék madár, szombaton tovább folytatódtak a programok. A délelőtti órákban a gyerekeknek kedveztek a Minta cirkusz előadásával, ahol az alapítvány pályázatának eredményhirdetésére is sor került, idén 45 beteg gyereknek segítenek. Kalocsa és környékbeliek és tartósan és súlyosan fogyatékos 14 éven alattiak mindig vannak. Annyian vannak nagyon. És róluk általában kevesen tudnak. Tehát róluk ők azok, akik tulajdonképpen fehér folt. Mert ott már nem kezelik, ott még nem kezelik, ott pont ilyen is rossz helyen laknak, valahol vidéken, majd tanyán, egy családban akár több is van. Tehát pont egy ilyen fehér folt, amit úgy megtaláltunk, hogy őket kell támogatni, és azt hiszem, hogy jó helyre megy. Este a Kalocsai Színházban vendégeskedett Nagy Ervin és Pálos Hanna, akik a Léleges című színdarabot adták elő együtt, amely egy nő és egy férfi viharos kapcsolatát, a gyermekvállalás dilemmáit mutatta be újszerű színházi nyelven. A pár kapcsolat az olyan, mint egy autó. Tehát, hogy azt is lehet, hogy veszek egy újat, vagy elkezdem megszerelni. Tehát elmegyek vele szervizbe, kiukkad, akkor foglalkozok vele, kitakarítom néha. Szóval ez a hasonlat tetszett nekem eddig a legjobban. Vasárnap reggel Mihó Attila és barátai csalogatták csodás dallamaikkal az érdeklődőket a sétáló utcában felállított színpadhoz és a kézműves vásár árusaihoz egyaránt. Nagy délután a győri filharmonikusok adtak fergeteges koncertet a Főszékes Egyházban, amely csordulásig meg is telt. A fesztivál zárásaként a Besodrom együttes hívta táncra a nézőket különleges zenéjükkel, ahol a balkáni és román cigány tradicionális zenéket ötvöznek magyar dallamokkal sajátos feldolgozásban.
A 25. Kékmadár Fesztiválról készült hosszabb összeállításunkat, ahol minden programot bemutatunk, holnap a 19 órakor kezdődő Múzsa című kulturális magazin műsorunkban tekinthetik meg. Egy hétig várja az olvasás és a könyvek szerelmeseit izgalmas programokkal a Kalocsai Könyvtár, hiszen idén már 6. alkalommal rendezik meg az ünnepi könyvhetet, melynek nyitó napjára a Sétáló utcába költöztek a könyvek és a programok. A Kunsz utcai óvodások zöldikék pompom táncával kezdődött meg a kalocsai ünnepi könyvhét. Egy héten át várják majd az érdeklődőket izgalmas programokkal, itt többek közt író-olvasó találkozóval, inkluzív fórummal és a könyvtári klubok különkiadásaival. A nyitónapon a könyvtár a Sétáló utcába költözött, így megtelt az út gyerekekkel, akik a város összes óvodájából és iskolájából vegyesen érkeztek. Kalocsai Városi Könyvtár 6. alkalommal rendezi meg az ünnepi könyvhetét. Mai napon itt kint a Sétáló utcában várjuk a látogatókat, a Sétáló utca közönségét, illetve szervezett iskolai, óvodai osztályokat. Így a nyitó rendezvényre főképpen gyermekprogramokkal készültek a könyvtárosok, többek között verset szavaltak a Városi Szavaló versenyen helyezést elért apróságok, Pap Róbert írózenés gyermekműsort adott elő, illetve a Hattyúlány történetét is megtekinthették báb előadásban. Lerázzák torruhájukat, és lássatok csodát, gyönyörű lányokká válnak! Mint arról már tévénk is beszámolt, az ünnepi hétre rajz, illetve fotópályázatot is hirdetett a könyvtár, az elkészült képek szintén a Sétáló utcában kaptak helyet. Ünnepi könyvhetünkre kiírtunk két pályázatot is, egy rajzpályázatot, illetve egy selfie pályázatot. Nagy öröm számunkra, hogy az eddigi évekhez mérten nagyon sok rajzot küldtek be a gyerekek, közel 120 alkotás érkezett zsűrizésre a könyvtárba. Itt Pap Róbert Könyvtárba csalogató című versére kellett versillusztrációt készíteni a gyerekeknek. Kísérő programok is várták a gyerekeket és az érdeklődő felnőtteket egyaránt, hiszen még a kicsik kalocsai motívumokat festhettek, addig a nagyok a könyvek közül válogathattak. Hoztunk ki néhány könyvet ízelítőleg a könyvtár reprezentatív könyvválogatásából, és ez mellett kísérő programként ingyenes beiratkozással is várjuk az érdeklődőket ide a Sétáló utcába, illetve a könyvtárba az ünnepi könyvhét programjai alatt. Az ünnepi hét további programjai már a könyvtár falai között zajlanak majd egészen szombatig. Váratlan fordulatként versenyzőcsere történt a hang vagy énekes tehetségkutatón, mivel Török Luca külföldön lesz június 23-án a döntő napján, így a helyét Boldizsár Béla vette át. Mint már korábban beszámoltunk róla, múlt héten a közönségszavazat után kiderült, hogy kik azok, akik részt vesznek a hang vagy énekes tehetségkutató verseny döntőjén. Közöttük volt Török Luca is, aki úgy, mint a többiek, nagyon örült a továbbjutásnak, viszont közben kapott egy utazási lehetőséget, ami egybeesik a döntő időpontjával, így nem fog tudni a versenyen részt venni. A zsűrinek gyorsan kellett pótolni a megüresedett helyet, és Boldizsár Bélára esett a választása. Logikus lehetne, hogy például a Facebookos szavazás második helyezettje jusson be automatikusan a versenybe, azonban a versenyszabályzat azt írja elő, hogy 6 zsűri által választott és egy közönség által választott versenyző legyen a 23. döntőben. Mivel Lucát az elődöntőből a zsűri jutatta be a döntőbe, így logikus volt, hogy neki kell választani egy új versenyzőt. Béla az egész verseny során kiegyenlített teljesítményt nyújtott. A zsűri egyébként sokat vitatkozott azon, hogy ki jusson tovább a döntőbe, és Béla éppen hogy csak nem jutott be, úgyhogy most logikus volt, azt hiszem, hogy ő jusson be. Bár hozzá kell tenni, hogy egyébként most is végignézték az összes elődöntős produkciót, és ez alapján választottak. Boldizsár Béla a hétköznapokban a fővárosban dolgozik, ezért csak telefonon tudtuk utolérni. Először is, amikor felhívtak, így hát először nem tudtam szóhoz jutni, és az volt az első reakció, hogy meddig kell válaszolni, vagy meddig kell választ adni. És hát azt mondták, hogy hát jó lenne, ha most rögtön. És így kicsit gondolkodtam, de örültem a megkeresésnek, és végül is igen mondtam. Mert nem minden nap kap az ember egy ilyen lehetőséget.
Úgyhogy örültem a megkeresésnek, és várom a 23. döntőt. Eddig két dalt hallhatott Bélától a közönség, mind a kétszer új stílusban mutatkozott be, és most is meglepetéssel akar a színpadra állni. Az idő rövidsége az úgy eléggé befolyásolja a dolgokat. Hát kettő gyorsabb dallal készülök. Egyelőre még nincs konkrét dalválasztásom, de az biztos, hogy valami gyorsabb. Nem biztos, hogy ugyanaz a stílus, ami az elődöntőben volt, lehet, hogy populárisabb lesz mind a kettő dal. Biztos vagyok abban, hogy jó döntő lesz, illetve a többieket nézve pedig hát nem lesz egyszerű szerintem kiválasztani azt az egyet majd, aki elnyeri az első helyet. Hát én pedig biztos vagyok magamban, és tudom, hogy nem véletlen kerültem én is oda, akár így, akár úgy, úgyhogy hát erős lesz a 23. döntő. Remélhetőleg jövő hétig már nem fog változni a döntősök névsora, így péntek este 8-tól a Sétáló utcában, Boldizsár Bélával kiegészülve, Varga Violett, Frankhauser Lili, Benedek Viktória, Jonácsik Máté, Kis Eszter és Rász Dominika lép a színpadra, hogy versenybe szálljon a 2017 hangja címért. Távolsági autóbusszal ütközött pénteken egy hajtó nélküli lovasfogat az 51-es főúton, amelynek következtében 4 könnyebben megsérültek. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség. Menetrend szerint indult, azonban nem sokkal Kalocsa határa után baleset érte a Kalocsa-Budapest között közlekedő távolsági buszjáratot, miután az egy elszabadult hintóval ütközött pénteken délután 1 óra magasságában az 51-es főúton, közölte a kalocsai rendőrkapitányság. A hírek szerint a fogat, amely a balesetet okozta, egy közeli földúton haladt, amikor is ismeretlen okból megvadultak a lovak, hajtójuk leesett a bakról, majd a fogat a főút felé vette az irányt. A hajtó nélküli hintó felkanyarodott az 51-es számú útra, és a lovak Kalocsa irányába haladtak. Ezt követően Kisfogtőnél áttértek a menetirány szerinti baloldalra, és neki ütköztek a velük szemben közlekedő menetirány szerinti busznak. Baleset során az elsődleges adatok alapján 4 személy a buszon utazók közül könnyebben sérült. Az egyik lónak lett információink szerint sérülése, nem tudjuk, hogy ő vele mi lett. Az ügyben szabálysértési eljárás keretein belül vizsgáljuk az ügy körülményeit. Kalocsai rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője elmondta továbbá, hogy a baleset következtében a busz 4 utasa könnyebben megsérült, azonban a fogat hajtója, aki még korábban leesett a bakról, nem volt ennyire szerencsés. A lovaskocsi hajtója súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, amikor leesett a bakról. Tóth Zoltán rendőr alezredes arról is beszámolt, illetve erről tanúskodnak televíziónk felvételei is, hogy a buszt követő kis teher gépkocsi vezetőjét is váratlanul érte az előtte történt baleset és hirtelen fékezés, így nem tudott már időben megállni, aminek következtében hátulról a buszba szaladt. A Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában diák önkormányzati napot szerveztek. Hétfőn tankönyvek és tanulás helyett a játék, a szórakozás volt a középpontban, alsósnak és felsősnek egyaránt. A tanév végéhez közeledve az iskolákban más-más programokat is kínálnak a gyerekeknek, mint a többi napon. Ilyenkor még inkább együtt játszhatnak az osztályok, a közös élmények talán már a vakáció hosszú heteire mutatnak. Volt olyan év, amikor egy-egy híres embert is vendégül láttak az intézményben. Azóta átértünk a tematikus diák önkormányzati napokra. Volt itt a honfoglalással kapcsolatos, az egészséges életmóddal, illetve a pénz hasznos elköltésével kapcsolatos tematikus nap is. Most idén a szabadidő hasznos eltöltése a vakáción a téma. Most aszfaltrajzverseny, népi játszótér, íjászat, táncbemutató és fagyizás várta a gyerekeket. Még moldvai zenére is táncolhattak a táncházban, amit Dudás Szilvia és Illésné Koszta Krisztina tartott. Alsó és felső tagozatosok külön vannak, mivel azért a korosztályi különbségek megjelennek. Alsó tagozatosoknál van aszfaltrajzverseny, a háttérben látható népi játékok is kiköltöztek. Fantasztikus akadálypályát állítottak össze az alsós kollégák a tornateremben, amin szintén részt vehettek. Lesz táncház, egy hatalmas bulival kezdődött az egész, ugyanis Bodnár Erika tartott egy bemelegítést a gyerekeknek. Míg a felsősök az Egy perc és nyers című műsor nyomán ügyességi feladatokkal küzdöttek, addig a kicsik közül többen testfestést vagy csillámtetoválást készítettek maguknak. És a nap végén örömmel állapították meg, hogy már csak néhány nap, és itt a vakáció.
Múlt hét csütörtökön tartottak egy előadást a Katolikus Iskola Színház termében, melynek témája az őssejtek és az őssejtek aktiválása volt. Az esemény bár szűk érdeklődést tudott magáinak, ám az elhangzott információk rendkívül hasznosak voltak. Az őssejtek és azok aktiválásának témájában tartott előadás dr. Horkovics Kovács János, aki azt állítja, az embereket, ha megkérdezi, 90%-uk nem tud válaszolni arra a kérdésre, mi is az őssejt és miért játszik fontos szerepet az emberi testben. Az őssejteknek megvan az a potenciális lehetőségük, hogy egy egész szervezetet ki tudnak alakítani. Az azt jelenti, hogy minden szervünk őssejtekből alakul ki. Vannak most is őssejtjeink, leginkább a csontvelőben, alvó állapotban. Hogy ezeket elkezdjük aktivizálni, akkor ezek képesek a szervünknek az összes elhasznált, vagy tönkrement, vagy elhalt sejtjeinket újra képezni. Ennél fogva nagyon sok betegséget okilag tudunk megközelíteni, okikezelést tudunk neki esetleg kínálni. Olyan betegségeknél, amit például a mai orvostudomány pillanatnyilag csak tünetileg kezel. A szakember beszámolóját is hasonlóan ezekkel a szavakkal kezdte meg, majd szó esett az imént említett oki és tüneti kezelés közti különbségről is. Ha mondjuk egy cukorbeteg, Magyarországon rengeteg cukorbeteg van, ugye? Hogyha egy cukorbeteget kezelnek a mai nap a hivatalos formula szerint, akkor ugye először vagy egy olyan gyógyszert adnak, ami a hasnyálmirigyből megpróbál kikorbácsolni a maradék sejtekből azt az inzulin termelést. Hogyha ez is tönkre megy, akkor már csak a kívülről bevitt inzulinnal tudják az ember életét fönntartani. Ez egy tüneti kezelés. Az oki kezelés az, hogyha én a hasnyálmirigybe azokat a sejteket újra képzem, amelyek az inzulin termelést képesek megcsinálni. És így egy embert visszaállítom abban a helyzetben, amikor még egészséges volt. Az előadás során dr. Horkovics Kovács János rajzzal is szemléltette az őssejtek működését, és részletezte azok igen komoly munkáját, aktivitásukat követően. Munkába állítjuk őket, és ezek képesek föltérképezni a szervezetünkbe, hogy hol van olyan hely, ahol elhalt sejt van, vagy nem működő sejt van, ezeket ők ott elkezdenek szaporodni, és létrehozzák azokat a sejteket, amelyek elpusztultak. Most gondoljanak bele, hogy ez milyen jelentőség van mondjuk egy agyi történetnél, amikor agyi sejtek haltak el, hasnyálmirigyben, hogy cukorbetegség, ott a hasnyálmirigy sejtek el vannak elhalva, infarktusnál, hogy a szívizom sejtek vannak elhalva, rengeteg olyan betegség van, ahol elhalt sejtek vannak, ott tönkrement sejtek vannak, ez az őssejt ezt képes rendbe tenni. Ilyen információk és tudnivalók tükrében zajlott tehát az előadás, melyre szűk érdeklődés gyűlt össze, ám annál hasznosabb volt. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, friss hírekkel és híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!